Hétfőn letették az esküt az olimpiára utazó magyar sportolók, akik között ott volt a Nyíregyházi ökölvívó Kovács Richárd is. Hazánkat 21 sportágban 180-an képviselik Párizsban. Szabolcs Szatmár Bereg vármegyéből a gyalogló Helebarant Máté mellett az NVSC Big Boxing Bunyósa harcolta ki az indulás jogát. Nagy Lajos tanítványa szerdán utazott el Franciaországba, ahol a jövő hét végéig élesíti formáját. A 63,5 kg-os súlycsoportban induló boxoló állt már dobogón, Európa-bajnokságon és Európa játékokon is, de tudja, hogy az olimpia nem hasonlítható más versenyhez. Teljesen más azért. Tudom, hogy ha sikerülne egy érem, ezzel sok kapu megnyílna előttem, és azért a kisgyerekem, tehát a kisfiam miatt is csinálom ezt az egészet, szeretném megbiztosítani a jövőjét. Meg azért ez volt a kisgyerekkori álmom, hogy olimpián részt vegyek, ezért is más egy kicsit most ez nekem. Szeretnék neki hazahozni egy érmet mindenképp. Több hetes, több, hát már mondhatom azt, hogy hónapos edzőtáborokon vagyunk túl. Jó állapotban érzem magam, nagyon bízom benne, hogy a lehető legjobb formába tudok majd kiutazni. Aztán még a jövő héten, ugye az olimpiáig, ez a 27-én van az első versenynap a súlyomba, addig még finomítunk, csiszolgatunk, élesítünk, aztán ott kell adni a csúcsformát. Párizsban 13 súlycsoportban 68 nemzet 248 boxolója lép szorítóba. A nyíregyházi ökölvívó álma, hogy éremmel a nyakában térjen haza Franciaországból. 20-an vagyunk a súlycsoportba. Ha szerencsés a sorsolásom, akkor a 16-ban nem kell boxolnom, de viszont ha mégsem, akkor 16-ban is boxolni kell, és akkor 3 nyert mérkőzéssel vagyok dobogós. De viszont ha szerencsés a sorsolásom, mert ugye ide már az is kell, szerencse, akkor viszont 2 nyert meccsen már érmes tudok lenni. Mondhatom azt, hogy nehezebb kijutni, mint már ott érmet szerezni, mert tényleg nagyon nehéz már most kijutni az olimpiára. Ismerem javarészt már az ellenfeleimet, valakivel már boxoltam is, sőt már egy jó párral boxoltam, tehát ismerem, mert azért már régóta az élmezőnyben vagyok, és ismerem, akik jobbak a súlycsoportomban. Kovács Richárdon kívül még 2 boxoló tagja a magyar olimpiai csapatnak. A 66 kg-os Hámori Luca első magyar női ökölvívóként harcolta ki az indulás jogát, Akilov Filip pedig a 80 kg-os férfiak között szeretne a lehető legtovább jutni.